Sziasztok, Nikolett vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. Az eheti, mai csütörtöki videóban most egy kicsit másabb témát hoztam nektek, a digitális rajzolás, méghozzá Procreate programban. Eddig is töltöttem már fel ilyesmi típusú videókat, de nem annyira sűrűn vannak jelen a csatornán. Leginkább ugye a hagyományos rajzolásról készítek videókat, jobban én is ezeket preferálom. Egyébként a Procreate, a digitális rajzolással kapcsolatban még nekem is van még bőven mit tanulnom. Komolyabban az idei évben kezdtem el használni, rajzolni digitálisan. Nem minden nap és nem mindig tudok vele foglalkozni, de azért remélem, hogy én is már fejlődtem. Gondoltam most ebben a videóban gyakorlok, fejlődjünk együtt, megmutatom, hogy hogyan készítem a vázlataimat, a karakterrajzaimat. Egyébként erről már készült pár ilyen videóm, nyugodtan nézzétek meg, ha szeretnétek, és én úgy el fogom mondani. Illetve megmutatom, hogy hogyan színezem ki ezeket a karaktereket, a rajzokat, mik ezek a kis tippek, trükkök, amiket idáig ebbe az évben már elsajátítottam, és nagyon szívesen meg is osztom veletek. Ha van kedvetek, tartsatok velem! Szóval, mint említettem, most nem hagyományosan rajzolunk, már ezt félreteszem, és jöhet a digitális rajzolás. Általában, ha a digitális rajzolásról, vagyis Procreate programról van szó, akkor leginkább portrékat vagy aranyos karakterrajzokat készítek. De készítettem már étel, italillusztrációkat is, névjegy vagy köszönömkártyákat. Procreate-ben lehet olyan munkalapot venni, vagy hát réteget venni, ami az akvarell papír tulajdonságával bír, és olyan ecsetet is lehet szerezni hozzá. Szóval egész széles a paletta. Milyen típusú rajzot készítsünk? Most én a hagyományos vásznon fogok rajzolni, ami az alap a Procreate-ben, de ha érdekel az előző téma is, arról is készíthetek videót majd. De most lássunk is hozzá a mai rajzunkhoz, és kezdjük a vázlattal. Tehát először nyissunk meg egy munkalapot, egy vásznat, én általában a Square nevűt használom, ami 2048x2048-as. Mint láthatod, itt már kapsz is egy réteget, layert, amiben dolgozhatsz. Ilyenkor kiválasztom a vázlathoz a színt, mostanában nem fekete színnel készítem a vázlatot, hanem színessel, és csak a főbb vonalakat rajzolom meg sötétebb színnel. Majd jöhet az ecset kiválasztása a Brush Library-ben. Rengeteg alapértelmezett ecset van, de lehet bele vásárolni is. Van rá pár applikáció is, az App Store-ból letölthető, és onnan tudsz válogatni, de én személy szerint az Etsy-ről szoktam nézegetni, de egyébként pár egyszerűbb ingyenes ecsetet is le tudsz tölteni, például a Brushes for Procreate applikációban, ott egyébként vásárolni is lehet. Innen nekem van egyébként egy kedvenc vázlatos ecsetem, Easy Sketch néven fut, és ezzel készítem el a vázlatom. Úgyhogy álljunk is neki a karakterünk vázlatának. Készítsünk egy alap vázlatot, segédvonalat. Én egyébként már nem használok segédvonalakat, nekem például zavaró már, de ha még nincs a kezedben az arányos rajz készítése, akkor mindenképp ajánlom. Szemből nézetben fog kinézni a karakterünk, így rajzolok egy kör alakot, egy felező vonalat is, majd utána megrajzolom az állát. Itt lehet sokat variálni, hogy is nézzen ki az aranyos karakterrajzunk a kör alak formájánál, sima kör, vagy legyen ovális, nyújtott, szélesebb, ugyanúgy az ára is igaz, rövidebb áll, csúcsosabb állhegy, vagy lekerekített, szóval itt tudjuk meghatározni a karakterünk kinézetét. Az alapvázlatunk lehet nyugodtan csúnyácska, úgymond, nem kell a vonalnak szépségével foglalkozni, csak úgy nagyjából legyen meg az alapsegédvonal, a kiinduló pontunk, hiszen a ráépülő rétegben, layerben úgyis megrajzoljuk majd ezt szépen. Úgyhogy hozzuk is létre a második ilyen rétegünket, layerünket, és rajzoljuk meg a vázlatunkat. Egyébként én most mégsem feketével fogom kiemelni, hanem egy kicsit sötétebb barnával fogom megrajzolni a vázlatom. Az első réteg átlátszóságát érdemes kicsit lejjebb vinni, hogy könnyebben át tudjuk rajzolni a szebb vázlatot. Ezt a rétegre kattintva tudod megtenni az Opacity csúszkánál. Szóval kiemelem a vonalakat, kitalálom a konkrét arc formáját. Ugyanígy teszek az orr, az ajaknál és a szemnél. Általában több ötletet kipróbálok, megrajzolok, mire eljutok a véglegeshez.
Nyugodtan tegyétek ti is így, hiszen nem mindig jön elsőre az ihlet, sokszor nálam rajzolás közben jön meg. Az aranyos karakter rajznál nem kell a realisztikusságra törekedni, itt nyugodtan szárnyalhat a gondolatunk, lehet irreálisan nagy szemeket, ajkakat, füleket rajzolni, vagy pont fordítva. Á, szuper, megvan a vázlat. Jöhet a lényeg, a színezés. Hozzunk létre még egy réteget, layert, rakjuk a vázlataink alá. Egyébként a segédvonalas vázlatot, ugye az első ilyen layert, ki is lehet törölni, ha akarjuk. Illetve én nevet adok a rétegeknek, a vázlatnak, és majd ott is, ahol majd színezek. Ehhez az adott rétegre kattintok, illetve megkeresem a Rename nevű kis gombot, és ott át tudom majd írni az adott nevet, amit szeretnék adni neki. Majd az alsó rétegre megyek, hogy megkezdhessem majd a színezést, és kiválasztom a színeket, rámegyek a palettákra. Itt egyébként van pár alapértelmezett színpaletta, de mi is létrehozhatunk. Én általában ilyen bőrtónusos palettát szoktam létrehozni, ebből szeretek választani, színezni. Nekem ez egy kicsit megegyszerűsíti a színezést. Mint láthatod, a színeket, az árnyalatokat több fülön is el tudod érni, meg tudod keresni, ezek közül lehet választani, illetve ugye ott vannak a paletták, ahol, mint említettem, lehet sajátot, egyedit létrehozni, ezt mindjárt megmutatom, hogyan is lehet. A jobb felső sarokban látunk egy kis kereszt mintát, arra kattintsunk rá, menjünk rá a Create New Palette feliratra, és ez egyből létre is hozza nekünk a palettát, ugye ez még üresen fog állni. Ilyenkor kiválaszthatjuk a színeket, kimérhetjük őket, beleilleszthetjük, és hamarosan, gyorsan létre tudunk hozni egy új palettát. Válasszuk ki azt a színt, amivel a bőrét szeretnénk kiszínezni, majd az ecsetet. Ha az alapecsettárból dolgozunk, akkor én az Airbrush nevű opciókat ajánlom, onnan érdemes választani, amivel színezhetsz. Nekem ezek nagy kedvencek. Színezni többféleképpen lehet, simán, egyszerűen kiszínezed az ecsettel, vagy kijelölöd az adott területet. Majd az alapszínünkre vigyünk fel árnyékot, ilyenkor nem kell még egy réteget létrehozni, egyszerűbb, ha az adott rétegünkre kattintunk, és kiválasztjuk az alfalak nevű gombot, ami segít abban, hogy csak ott tudjunk színezni, ahol már az alapszínünk megvan, és így nyugodtabban meg tudjuk rajzolni az árnyékot. Bátrabban, nem kell attól félni, hogy belemegyünk másik vonalba, a hajába mondjuk. Ilyenkor lehet egy nagyobb ecset vastagságot kiválasztani a baloldali csúszkánál, és az arc mellett színezni, és egy lágyabb réteget fel tudunk vinni. Persze ilyenkor érdemes egy kicsit az alapszintől sötétebb tónust kiválasztani. Árnyékot nem csak az arc szélénél, de az orrnál, a szemhéjnál is érdemes felvinni, sőt, én általában ezeknek a karaktereknek kis piros posgást is szoktam adni az arcára, a két szeme alá, vagy néha még az orrára is, külön-külön, vagy egybefüggően. Többször kipróbálom, nekem melyik tetszik végül, hiszen nincs rossz vonalhúzás vagy színezés, hiszen bármikor vissza tudjuk törölni, és újat tudunk rajzolni helyette. Piros posgást általában úgy érdemes csinálni, hogy nem a piros színt használjuk, hanem egy kicsit halványabb változatát, nem is kell egyébként a pirosnak, lehet a narancssárgának is a halványabb változatát választani, és érdemes a baloldali csúszkánál az ecsetet egy kicsit halványítani, hogy ne legyen annyira kontrasztos, de hát ha úgy szeretnétek, úgyis nyugodtan meg lehet csinálni. Természetesen a magas fény sem maradhat ki, itt az alapszínünktől egy világosabbat válasszunk ki, általában a homlokra, orrhegy, orrcsontra, álcsúcsra, sőt, picit az áll mentén is lehet színezni, világosabb szint rajzolni. Ez is jó, ha nem nagyon kontrasztos, ezért én új réteget hozok létre, és úgy viszem fel a magas fényeket. Majd felül az Adjustment gombra kattintok, és azon belül is a Gaussian Blur gombra, majd a rétegembe elhúzom balról jobbra, mintha egy csúszka lenne, hiszen mégis az is, és annyira homályosítom, amennyire érdemes, szimpatikus nem lesz, hát ugye ezt így érzésre, szemre.
Általában a magas fénynél is úgymond több réteget készítek, hogy ne legyen tényleg nagyon kontrasztos. Aztán jöhet egy másik kisebb résznek a kiszínezése, ezeket mindig érdemes más-más újabb rétegben megcsinálni, ezeket elnevezni, hogy ne keveredjünk össze, és ezt azért is érdemes így megcsinálni, hogy az alfalokot tudjuk használni, hogy tényleg ne színezzünk egyik vonalba bele a másikba, és az eljárás végül is ugyanaz lesz, ugyanúgy kell színezni, ugyanúgy kell árnyékolni, illetve magas fényt felvinni, és mindenhol a hajnál, én a ruhánál is ugyanezt a módszert alkalmazom, úgyhogy itt most már nem fogom megismételgetni önmagam. Egyébként én meg a szemet úgy szoktam kiszínezni, hogy simán kijelölöm. A bal felső oldalon, a gallery felirat melletti harmadik ikonra kell kattintani, a freehandet kell használni, és szabad kézzel ki tudod jelölni a szemformát, illetve a fehér színt kiválasztod, kicsit beleilleszted, és ki fogja tölteni, így tudsz tisztán vele dolgozni. Egyébként nem is muszáj hófehér színnel kitölteni, lehet egy kicsit szürkésebb, halványabb, kékebb, minél élethűbb legyen azért egy kicsit a szem, még hogyha aranyos karakterrajzról is van szó, és utána neki lehet állni, kiszínezni az iriszt, vagy ha akarjátok a pupillát, illetve az ajkakat, de ezeket tényleg érdemes mindig más-más újabb rétegben elvégezni. Na de nézzük is a teljes színezést! Step over splinters of the moon. Ez a kis pár trükk, módszer, amit megmutattam, elsajátítottam még kezdőként használva, nekem eddig bevált, ha te is még az elején tartasz a digitális rajzolásban. Remélem, hogy akkor tudtam segíteni, és hogy velem együtt tudtál rajzolni. Tervezek egyébként még hasonló videókat, de nem csak portré témában, akár állatos, vagy tájkép, vagy másfajta illusztráció is szóba jöhet. Írd meg, neked melyik tetszene, vagy mit rajzoljunk legközelebb digitálisan. És ha tetszett a videó, akkor nyomj egy like gombot, illetve ha még nem tetted, iratkozz fel a csatornámra, hogy együtt tudj velem fejlődni, és hogy ne maradj le a legújabb videókról. Ehhez pedig még kattints a csengő gombra, hogy elsőként értesülj a friss videókról. Legyen szép napotok! Sziasztok! Creep into your prison cell.